Kálmán Imre születésnapján és Huszka Jenő halálának évfordulóján egy ízig-vérig magyar műfaj, a Magyar Operett napja alkalmából különleges ajándékműsorral várták a Vörösmarty Színház elé a közönséget. A csupa nagybetűs ünnepen az ötletgazda, a műfaj kiválósága Keller János a horvát fivérek kíséretében tolmácsolta a klasszikusokat. Ahogy az elmúlt időszakban idén is gyorsan kiderült, hogy az előadók és a közönség számára is mindennapi csodát jelentenek a szívet melengető dalok, ajándék önmaguknak és a közönségnek egyaránt, akik elkötelezett hívei az operettnek, az érzelemgazdag történeteknek, a semmi máshoz nem hasonlítható zenének, amely szerte a Kárpát-medencében felcsendült ezen a napon, együtt köszöntve az örökbecsű dalokat, ráadásul az idén sem maradhatott el a közös éneklés. Az operettet többször temették, nevezték elavultnak, népszerűsége mégis töretlen. A mai operett előadások nem a 20. vagy a 19. század nosztalgikus lenyomatai. A művek ugyan különböző korokban születtek, de az igényes előadások mindig érvényes, jelen idejű üzenetet, életérzéseket hordoznak. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert, Ábrahám Bál munkásságával az operett műfaja felzárkózott az opera mellé, így természetes volt ezen az estén is, és nem lehetett kétséges, hogy a közönség mosolyogva, énekelve, ünnepelve fogadta az ajándékot, hiszen a Csárdás királynő, a Csókosasszony, a Marica grófnő, a Mágnás Miska dallamai ezen a napon is mindenkié.